3 órakor kezdődik maga a véradás. Még egy utolsó egyeztetés a véradás előtt, és elindult a stáb, hogy birtokba vegye az élőadás helyszínét. Az úticél ezúttal a bevásárlóközpont díszkertje, a Családbarát donornap új helyszíne. Ide várja a TV-eges stábja a véradásra érkezőket egészen este 9 óráig. Nagy feladat volt, hogy gyakorlatilag a komplett stúdiót ki kellett ide költöztetni. A cél, hogy minél több családot sikerüljen megszólítani. Arra szeretnénk biztatni a szülőket, hogy hozzák el magukkal a gyermeküket is, hiszen nem véletlenül hívjuk Családbarát donornapnak ezt a programot. Szeretnénk, hogyha a gyerekek a jó példát látva, majd hogyha felnőtté válnak, akkor ők is véradók lennének. Mindig jól jön a vérfrissítés, a Vöröskereszt megyei szervezete és a területi vérellátó munkatársai. Idén is arra számítanak, hogy sok egrit sikerül megszólítani. Ha ezúttal is sikerülne legalább 120 donort regisztrálni, már elégedettek lesznek a szervezők. Lényeg, hogy ne maradjon otthon a személyi igazolvány és a TB kártya sem.